Ali papi, Mami mindenkinek. A vlognak az első felébe szeretnék a ilyen furcsa mód maga pozitív dolgairól beszélni ennek a témának, és akkor gyorsan ezeket elmondom, mert azért szerintem ez is fontos, és akkor úgy hogy akkor a következő részében, vagy hogy ezeket elmondtam, utána jön akkor a fekete leves. Tehát és ne nagyon én abszolút nem gondolom azt, hogy a gyerekeknek a, a agyát befolyásolná ezek, ezek a számítógépes játékok, és akkor ilyen pszichopata gyilkossá változnak, hogyha ilyen játékokkal játszanak. Én abszolút nem gondolom, hogy, hogy ha ilyen lövöldözős játéka játszik egy gyerek, akkor ő bemegy majd a szupermarketbe, és akkor ott lemészáról mindenkit, meg ezeket a dolgokat én totál baromság tartom, szerintem semmilyen összefüggésbe ezek a dolgok nincsenek, sőt mi is ugye gyerekkorunkban izé, játékpisztőkkel rohangáltunk, nem lettünk izé, pszichopata sorozatgyilkosok, felnőttünk, hát már aki nem lett az, de nem hiszem, hogy ha valaki az lett, akkor emiatt lett az, mindenki játszott ilyen játékokkal, számítógépes játékokkal is, rengeteg horrorfilmet is néztünk, kiskorunkban is, titokban akár, de én nem gondolom, hogy ezek a számítógépes játékok ilyen negatív hatás lennek az emberekre, vagy a gyerekekre, tehát én ezt teljesen kizártnak tartom, sőt, inkább azt mondom, hogy csapatépítő jellege is van a dolognak, hogy egy csapatba játszik, tehát megvan ennek is a jó oldal. Jó, nyilván nagyon sok időt, órát eltöltenek alját, hogy kint játszanának, de most én nem is erről akarok beszélni, sőt, ugye kifejezetten vannak már ilyen tanulmányok, amik bebizonyították, hogy hogy igazából aki a, a, ilyen számítógépes, precíziós játékokkal játszik, annak, annak sokkal jobbak a reflexei, jobban tud gondolkodni, mert a játékokhoz ez is kell, sokan ugye nem is gondolják ezt. Ha de hol jön a probléma? Mi a fekete leves? Ugye... Biztosan találkoztatok már azzal a verzióval, vagy aki nem tudja, tényleg aki nincsen esetleg ebben ennyire így a játékok terén benne ebbe. Legtöbbször most már a játék ugye azt csinálják, hogy megírnak egy programot, csinálnak egy számítógépes játékot, és a játékon belül vásárolhat bizonyos dolgokat. Tehát különböző pluszokat, vehetsz itt, mondjuk vehetsz egy olyan mászkáló gyűjtögetős játékban, rendes pénzért, valódi pénzért vehetsz a játékbeli aranyat, vagy különböző ruhákat, esetleg menő foci csapatot vásárolhatsz, amivel jobban tudsz játszani, erősebb tankot, páncélzatot, hát attól függ, hogy milyen játék van, és most már gyakorlatilag a játékok 90%-ában az érvényes, hogy van játékon belüli fizetés vagy vásárlási lehetőség. Ugye a roadt nagy probléma ezzel az, hogy a gyerek már itt megtanulja azt, hogy pénzért mindent lehet a mi, mi időnkben, és nem akarok itt mi időzni, de annak idején, ugye a játékokban meg kellett szenvedned, mindenkinek ugyanolyan úton, módon, ha valaki ellen is játszott el egy, egy, valamilyen játékban, vagy sikerült, vagy olyan játék volt, ahol két joystick volt. Ugye a, a lényeg az, hogy meg kellett küzdened mindig azért, amit amit elérél egy játékban is. A mai játékok megtanítják a gyerekeknek azt, hogy gyakorlatilag nem kell küzdeniük, nem kell neked aranyat gyűjtögetni, ha van lóvéd, akkor te leszel a jobb. Ugye mennyire zavaró és fusztráló, nem tudom, aki játszott már játékkal, és jön esetleg egy ilyen agyontápolt karakter, vagy jön egy, egy jobb foci csapat, aki csak azért fog téged legyőzni a online játékban, mert valóban több pénze van, tehát fizikailag van több pénze anyukának a bankszámláján, és ő megvette magának azokat a drága cuccokat, amivel ő idézőjelesen csal. Csal a játékban vett plusz dolgokat, amiket ő nem ért el, esetleg a legszörnyűbb, amikor olyan, olyan dolgokat is megkaphatsz egy játékban, amit amúgy nem tudsz elérni pénz nélkül. Tehát ő, ha van pénze, akkor előnyökhöz jut a játékban. Ez rohadtul megtanítja a gyereket már akkor, hogy igen, nem kell neked semmit. Semmit nem kell, érted? Ha van lóvéd, akkor ott is menő lehetsz. Már itt megtanulja a gyerek, hogy én nem kell kem küzdenem, meg nem kell jól játszanom, nem kell eltöltenem három-négy órát, hogy jó legyek, hogy gyakoroljak, mint egy másik srác, hanem megveszem. Annak szólok, hogy figyelj, perkáljál már oda egy izét, ilyen, ilyen foci kártyákat, meg fifa pontokat, meg hagy vegyek egy jobb páncélt, egy jobb tankot, vagy hagy vegyek egy csomó aranyat, amiből a játékban is szintén gazdag leszek, mint élőben, és leszimuláljuk ezt a rohadt életet. Leszimuláljuk a gyerekeknek, hogy megtanulják ma azt, hogy semmilyen nem kell küzdeni, mert ott van a bankszámla, és hogyha ezt lehívod, és bemész a bankszámlára, mert gazdagok vagytok, akkor a játékban is gazdag leszel. A játékban is menő vagy előnyhöz jutsz, és te leszel a győztes és kutyát nem fogja érdekelni az, hogy, hogy csak ott bosszankodni fog majd valaki, hogy, hogy milyen bosszantó is, ugye, hát játszottam én is sokfajta játékkal, szeretek is játszani, nagyon sok időt eltöltöttünk mondjuk ilyen, ezek az MMO játékok, ezek a masszív multiplayer online nevű játékok, ahol, ahol online van ugye mindenki, és mondjuk van egy karaktered, ami épül folyamatosan, rengeteg játékidőt el kell tölteni ahhoz, és sokszor ö, történt ö, olyan, hogy, 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 hasonló szinten oda rohan valaki, és jó, jó esetben mondjuk egy, egy csata, tételezzük fel, amikor mondjuk akár kontrollárrel, akár számítógéppel, billentyűzettel ülve, ugye megküzdesz valakivel online, ami egy tök jó dolog, a gyorsaságtól függ, hogy vág az agyad, és a végén mondjuk jó esetben egy 5 percig eltelt, eltart mondjuk egy ilyen, egy ilyen csata, hogy, hogy összecsaptok, és akkor búskomoran azt mondod, hogy hú basszus, mennyivel jobban vágott az agya, épp hogy nyert, vagy nem épp hogy, de majdnem, te nyertél, de mégis ő. Ehelyett a következő történik, odarohan mondjuk egy karakter, és így leüt. De megtörtént így többször, és így meghalok azonnal, és elszalad. És azért, mert egy csomó pénzt fizetett ő, ezért, hogy ő ilyen erős karakter legyen a játékban. Hát ez mit szimbolizál, könyörgöm? ez azt szimbolizálja, hogy az életben, ha pénzed van, bármit megtehetsz. Oda mehetsz, és leüthetsz egy ütéssel egy embert. Szó szerint kiütheted a, az egész világból. Azért, mert sok pénzed van. Gondoljunk már bele, hogy, hogy mi lenne egy, egy, egy sakjátszma, mondjuk úgy, hogy kiütöd az ellenfél bábuját, itt ül előttem, és nagyon szeretünk sakkozni, egy nagyon ős ősi játékról van szó, ugye biztos mindenki ismeri. Kijutsz egy bábút, ő meg lerakna 300 forintot, hogy figyelj, rakjuk már vissza. Tehát, nem, nem, nagyon értenéd szerintem abban a pillanatban, hogy most ez mi. Vagy esetleg vásárolhatná pénzért ilyen szituációkat, hogy, hogy, nem tudok kilépni belőle. Úgy kezdjük, hogy már igazából majdnem sakmat, és akkor ő behúzza, hogy sakmat. És akkor ő fizetett ezért, és elégedett ezért milyen fajta kielégülés lenne ez. De egyébként durvábbat mondok, menjünk vissza mondjuk a, a, a legősibb játékra, ami először jelent meg mondjuk így, a, így a számítógépek világában, még egy mini konzol volt, rá lehetett kötni a tévére, ugye amikor két ilyen kis ö, vonal volt, és így püpp, püpp, ment a labda, és azt kellett lehet ütögetni, és akkor be kellett ütni a másiknak egy ilyen, hát még a, a kapuse volt megcsinálva, csak ugye faltól falig, nem tudom már, hogy hívták, fal, fal labda, vagy, vagy fal tenisz, vagy valami ilyesmi játék. Teljesen fekete-fehér volt az egész, két darab vonal volt, és a labda is még kocka alakú volt, mert nem tudtak kört csinálni. Akkor még pixelve kocka alakú volt, tüp, 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 és azt kellett ütögetni, és volt egy, volt egy ilyen konzol, ahol föl le tudtad húzni, az, az egyik ilyen játékmúzeumban nemrég játszottam vele, tényleg nagyon nagy élmény volt egy eredeti ilyen géppel. Milyen lett volna akkor, tételezzük fel, hogy a mellettem lévő karon, aki játszik, annak mondjuk teli a képet. Akkor a nagy mondjuk az ütő, ilyen tenisz ütő felülete, ugye ez a vonal, hogy mondjuk nem lehet beütni neki, és akkor én ütöm. És csak én szívok. Játszott volna ezzel valaki annak idején? Vagy megkérdeztem, hogy ennek most mi értelme, hogy állandóan ő nyer, és mondjuk a mellettem ül elégedetten vigyorogna, hogy nem kell csinálnia mondjuk semmit. Vagy nem tudom, ha megütöm a labdáját, akkor háromszor olyan gyorsan jött volna vissza mindig, és szinte lehetetlen lett volna neki gólt lőni ezáltal, vagy állandóan ő lőtt volna ebbe a kis játékba. Nem hiszem, hogy az emberek játszottak volna a vele, vagy, vagy fel, felvetődött volna ez a kérdés, hogy azt mondta volna valaki, hogy hát jó, mert neki mondjuk több pénze van ő, ő neki egy ilyen megosztott konzol van, és akkor ő itt te vagy, akinek nincs, ő neki több van, és akkor ezért ő így fog játszani. Valószínűleg azt mondtad volna, hogy hát nem szeretnék vele játszani. Miért? Ennek nem látom értelmét. Nem is értettük volna annak idején. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon szar dolog, és a cégeket is meg megértem, mert nyilván, hogyha nekem is lenne cégem, akkor vagy egy, egy ilyen, ilyen hatalmas projekt lenne, ahol egy számítógépes játék lenne, nyilván húzzuk le a tíz bört, a, a, hülye gyerekek úgyis az anyjuktól elkérik a pénzt, meg a bankszámlájukat használják, ma anélkül, hogy tudnák, dől a lé, hát nyilván ez egy barom jó üzletpolitika, tehát én ezt értem. Csak ugye a tanítás, a tanítás az, az szerintem baromi romboló, tehát brutálisan romboló, és ott tartunk, hogy hallom, hogy a gyerekek már veszekednek egymással, meg a szülőkkel, mert, nem hajlandok már játékon belül sem kiárni azt a szintet, vagy elérni azt a FIFA pontot, vagy elérni azt a fajta tankot, vagy elérni azt a karaktert, vagy a tököm tudja mit, mert tudják, hogy pénzért sokkal hamarabb az övék lehet. És ha pénzed van, akkor bármit megtehetsz. Ez volt a mai napi tanulság. Na, ali